Sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a videóban azt szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan tudjátok a felesleges ládákat, meg ezeket a falfirkákat beváltani skinekre. És még mielőtt elkezdődne a videó, el szeretném nektek mondani, hogy ez nem egy támogatott videó, tehát a Csgetto.com, ugye amin most jelenleg vagyunk, nem keresett fel engem és nem kért meg, hogy készítsek az oldalukon videót. Egyszerűen tudom, hogy nagyon sokatoknak van felesleges ládáik, meg ilyen 3 centes cuccaik, ilyen falfirkák, és hogy nincs mit csináljon vele, hogyha eladjátok, nem értek vele semmit, viszont ezen az oldalon be tudjátok váltani skinekre. A leírásnak a legelső sorában én rakok egy linket, amire hogyha rákattintotok, akkor át fog titeket irányítani az oldalra, és az első dolgotok az lesz, hogy beléptek ugye Steam-mel az oldalra, majd rámentek a profilotokra, azt itt fogjátok megtalálni, rámentek, hogy profil, lejjebb görgettek, rámentek arra, hogy show settings, és beírjátok ide a trade linketeket. Rámentek arra, hogy get here, és hát megnyitja nektek azt az oldalt, amin a Steam trade linketeket automatikusan ki fogja jelölni, tehát ki se kell jelölni, egyszerűen már ki lesz jelölve, úgy fog bedobni az oldalra. Erre jobb klikkeltek, másolás, ez a ti saját trade linketek lesz majd, ez ugye az enyém. Visszaléptek az oldalra, és ide pedig beillesztitek, nekem már ugye be van illesztve. Ugye, amint ezzel készen vagytok, visszamegyünk a Csgetto főoldalára, és hát tulajdonképpen már kezdhetjük is a cserét. A legelső dolgunk az az lesz, hogy ugye beadjuk az oldalra a ládákat, tehát a Steam inventoryból az oldal inventoryába rakni. Rámentek itt arra, hogy inventory, és itt a Steam Inventory-nál ki fogja nektek mutatni ugye a Steam Inventory-tokat, csak nekem most egy kicsit még tölti, mert elég sok itemem van. Be is töltött, viszont itt nem fogja nektek az összes itemet mutatni, csak azt hiszem az első 20-at. Rámentek itt arra, hogy show all skins, és ezután az összes iteket fogja mutatni. Ugye mi ár szerint hát növekvő sorrendben szeretnénk ezt elrendezni, ezért rámegyünk arra, hogy first cheap items, azaz elsőként mutassa az olcsó itemeket, és ugye itt is vannak a 3 centes kis skinek, meg ládák. Ugye, mi a ládákat szeretnénk berakni az oldalra, de azért egy-két falfirkát is fogok itt majd kiválasztani, mert ugye abból is van rengeteg, ezért kiválasztjuk ugye a felesleges ládákat, amiket, meg felesleges itemeket, amiket be szeretnénk rakni. Ugye itt ki is írta, hogy maximum csak 50 itemet tudok kiválasztani, viszont az a legelső cserénél azt hiszem, hogy még kevesebb lesz, talán 25, viszont ez azt hiszem csak az első cserénél van. Hogyha az első cserét megcsináljátok, akkor a másodiknál már azt hiszem egyből 50 itemet tudtok egyszerre cserélni. Amit ugye kiválasztottátok, felmentek az oldal legtetejére, és lesz itt egy olyan, hogy Send to Csgetto Inventory, azaz ugye az oldal a Csgetto Inventoryába küldjétek ezeket a skineket. Erre rámentek, az oldalnak a legajára fog titeket görgetni, és itt ugye kiírja, hogy a trade offer az el lett készítve, és most ugye folyamatban van, hogy leküldje nektek a trade offert, tehát mindjárt én itt majd kapok egy új trade offert. Oké, meg is kaptam a trade offert, nagyon hamar működik egyébként az oldal szerencsére, itt van az összes cucc, át tudjátok nézni, de mivel hogy legit az oldal, ezért hát én azt mondom, hogy felesleges, de ugyanakkor mégsem, tehát a saját biztonságotok érdekében azért nézzétek át, hogy biztos, hogy azokat az itemeket dobta itt be, amiket ti kiválasztottatok. Én itt ugye gyorsan átnéztem, mit beszéltem, és igen, itt azok az itemek vannak, erre rá is megyek, és szépen elfogadom telefonon is, stb. Oké, ugye elfogadtam a trade offert, és itt ki is írta, hogy trade successfully accepted, ez körülbelül egy fél percembe telt, itt van ugye az összes lád és a falfirka, amit én beraktam az oldal inventoryába. A következő lépés az az lesz, hogy átmegyünk a dark marketre, azaz a piacra. Tehát ráklikkelünk arra, hogy dark market, és itt ugye van egy olyan lehetőség, hogy buy skins, azaz veszünk színeket, ez majd később kell lesz, viszont van nekünk egy olyan, hogy sell skins, erre rámegyünk, és itt van az összes láda és az összes falfirka, igazából az összes item, amit a Steam inventoryból az oldal inventoryába küldtünk. Amit ugye láthatjátok, ugye Chroma 3 ládából 15 darabot küldtünk be, Gamma ládából 8-at, Gamma 2-ből 7-et, és így tovább. Nagyon egyszerű a dolog, kiválasztjuk, hogy mennyit szeretnénk eladni, amikért mi pontokat kapunk, és ezekért a pontokért mi tudunk itt a Buy Skins-nél skineket vásárolni. Ugye szépen kiválasztom, hogy mind a 15 Chroma ládát el szeretném adni, tehát ide beírom, hogy 15, rámegyek arra, hogy Sell. Itt el szeretném adni mind a 8 Gamma ládát, rámegyek arra, hogy 8-ra szeretnék eladni, és eladom. Itt mind a 7-et, és tulajdonképpen így tovább. Oké, eladtunk minden ládáinkat és falfirkánkat, és amit láthatjátok, 47 pontunk lett. Igaz, hogy előzőleg volt 25 talán? de ezt ugye többszörösen megismétlitek, hogyha még van felesleges ládáitok, és akkor ezekért ti pontokat kaptok. Ugye összegyűlt nekünk 47 pontunk. Rámegyünk itt arra, hogy buy skins, és ezekért a pontokért mi skineket tudunk vásárolni. Ugye itt is ugyanúgy szortírozni szeretnénk, tehát legelőször az olcsó itemeket mutassa nekünk, és ugye 47 pontunk van, tehát elgörgetünk addig, amíg 47 pontért már találunk valamit. Oké, srácok, el is érkeztünk ide a 47 pontosokhoz, viszont én nem 47-ért, hanem 46,5-ért szerintem megvásárolom ezt a 5-7, és akkor úgy még marad, hát kemény fél pontunk. Tehát rámegyek arra, hogy buy, ugye egyet szeretnék venni, pedig van belőle 7 darab, tehát kiírja, hogy hány darab van belőle. Én egyet szeretnék vásárolni, rámegyek arra, hogy buy, és ezután kiírja, hogy you bought the item, de nem fogja nektek kiküldeni, hanem az inventory-ba, azaz az oldal inventory-ába fogja nektek rakni. Ugye rámentek, hogy inventory, és itt van ugye a skin, ami 62 centet ér. Kiválasztjátok, rámentek arra, hogy Send to Steam, tehát az ugyanúgy, ahogy a Steam inventoryból az oldal inventoryába lehet küldeni, ugyanúgy fordítva is működik, tehát az oldal inventoryából át lehet küldeni a Steam inventoryba a cuccokat. Kiválasztottam, és rámegyek arra, hogy Send to Steam. Megint az oldal legaljára görget, és ugye itt az összes eddigi aktivitást kiírja nekünk. Oké, elkészült a Trade Offer, kemény 15-20 másodpercbe tellett, tehát azt írja, hogy Accept Offer, oké, átmegyek a Trade Offerekhez, és itt is van, hogy leküldte nekünk ezt a 62 centes skint, amire én rámegyek, és egyből el is fogadom. Oké, srácok, hát nagyjából ennyi lenne ez az egész, szerintem egyáltalán nem egy bonyolult folyamat. Hogyha tetszett a videó, segítettem vele, akkor mindenféleképpen küldjétek el haveroknak, stb., hogy tudják meg ők is, hogy mégis hogyan lehet ezektől a felesleges ládáktól megszabadulni, mert tudom, hogy nagyon sokatok kíváncsi rá, és esetleg nyomjatok egy lájkot, hogyha tudtam velük segíteni, egy feliratkozásra pedig tudnátok segíteni a munkásságomat, és tudjátok jelezni esetleg, hogyha szeretnétek még további ilyesmit jellegű tartalmat. Köszi szépen, hogy megnéztétek, és remélem tudtam segíteni. Thank you.